sikerült megszervezni a világon elsőként egy kutya-robot akadályversenyt. Ma ezek a kisebb és nagyobb termetű robotok viszont most már valóban képesek arra, hogy még igaz, hogy emberi segítséggel, de akár akadálypályákat is le tudnak küzdeni. Alapvetően ez egy nagyon izgalmas terület a robotika számára, mert nyilván összehasonlítani egy élő állatot egy robottal, azért jelenleg még láthattuk, hogy az igazi húsvérkutyák jelentősen ügyesebbek az agility pályán, mint akármelyik robot. Az etológia tanszéken most már szintén egy 20 éve folytatunk olyan kutatásokat, amiben a robotok és az emberek közötti interakciót vizsgáljuk. A mesterséges térintelligenciának a lényege az az, hogy a robotok is egy emberhez hasonlóan tudják értelmezni a körülvevő világot, értsék meg, hogy milyen tárgyak vannak benne, ezen túlmenően tudjanak interakcióba lépni, tehát tudjanak megfogni valamit, elmozdítani valamit. Nagyon sokszor azt kérdezik egyébként, amikor meglátnak egy ilyen négy lábú robotot, hogy na jó, hát ez nagyon ügyes, aranyos, kedves, de igazából mire is jó. És valóban ez egy nagyon komoly kihívás, mert vannak ezek a technológiák, de mi úgy érezzük, hogy nagyon sok esetben még nem sok minden alkalmasak, ezek pont a korlátokból adódnak, tehát abból, hogy bár nagyon látványos, amit csinálnak, de a való életben ennél sokkal több kellene, és pont az a versenyhelyzet, amit most hát nem mi találtunk ki, mert ez egy létező verseny valójában a kutyák számára, ez nagyon szépen kihozta azokat a korlátokat, amikkel a robotok küzdenek, mert egy kihívás lesz a robot építő mérnökök, fejlesztők számára. Egyértelmű, hogy egyelőre ezek a fajta robotok még keresik a helyüket a társadalomban. Fontos feladatunk az, hogy edukáljuk az embereket, ezért vagyunk rengeteg rendezvényen, ezért vagyunk itt is egyébként, hogy erről tudjunk különböző diskurzusokat indítani, de azt látom, hogy egyre inkább hozzászokhatunk ahhoz, hogy robotok is fognak mozogni közöttünk. Ezek a robotok, ezek részben ugye kínai gyártásúak, részben amerikai gyártásúak, ez a technológia már nagyon előre szaladt, ezt nem biztos, hogy nekünk itthon meg kell valósítani, de az, hogy hogyan használjuk fel ezeket az eszközöket, milyen tudást teszünk mellé, hogy ezek igazán értékessé váljanak, szerintem erre Magyarország nagyon jó lehetőség, nem véletlenül az ETO robotika, ami az egész mögött áll, mint egy tudományág, az egy magyar találmány, vagy mi kezdtük el először művelni a világon. A mi négylábú robotunkat macskafogónak hívják, amit a Boston Dynamics cég gyártott. Mi nagyon jól éreztük magunkat Baltazárral, és azt gondolom, hogy a közönség is nagyon élvezte azt, hogy itt megismerhette ezt a technológiát. Látva ezt a versenyt lehetett kérdezni a robotok készítőitől, és persze a sok fiatal diák is egyfajta közeli kapcsolatba kerültett ezekkel a technológiákkal, és megismerte azt, hogy ténylegesen hol tart a technológia. Ez az időpillanat a történelemben, ez egy nagyon izgalmas átmeneti időpillanat. Közös felelősségünk az, hogy a társadalom találkozzon ezekkel a technológiákkal, és segítsünk értelmezni nekik ezt a fajta technológiát, és köszönjük szépen a szervezést!